A hagyományt követve idén is nemzetközi sakkfesztivált tartanak Hévízen, a Bibó gimnázium sportcsarnokában, melynek utolsó fordulója október 2-án lesz. 10. alkalommal rendezzük meg ezt a sakkversenyt. Portis Paszki meccsel debütáltunk, ami hát egy nagy rendezvény volt Hévízen, és azóta minden évben körülbelül ilyen tájt csinálunk egy nemzetközi versenyt. Ez egy open verseny, 9 fordulóban, minden nap egy fordulót tartunk, és hát a külföldi résztvevők itt vannak, szerbek, horvátok, németek, osztrákok, franciák, tehát egy elég vegyes, színes mezőny van. Bárki benevezhetett, vagy volt ennek valamilyen feltétele? Hát bárki benevezhet, aki a FIDE-nél regisztrálva van. Tehát az azt jelenti, hogy egy bizonyos szinten már sakkozik. Az idén olyan 40 és 50 között van a létszám. Ez volt, amikor több volt, volt, amikor kevesebb évente. Úgyhogy hát mi mindig abban reménykedünk, hogy ez a terem például alkalmas arra, hogy akár 150 ember is sakkozon. Hát majd reméljük jövőre annyira lesznek. A külföldi versenyzők aránya hogyan alakul? Hát körülbelül egyharmad a külföldi ennek a létszámnak, és hát ezek viszont rendszeres visszajárói ide a hévízi versenynek, főleg Ausztriából. Mennyire erős mezőny alakult ki? Hát ez most egy ilyen erős FIDE versenynek mondható, aminek az átlaga olyan 2200 és 2300 között van. Mit mondhatunk, manapság mennyire népszerű ez a sportág? Fejlődik, nagyon fejlődik a sakk, népszerűsödik is. A Polgár Judit az például elérte az Európai Uniónál, hogy a sakkot lassan be fogják vezetni tantárgyként az iskolákban. Nem kifejezetten sakkot fognak tanítani, hanem egy logikai gondolkodásra nevelnek, amiből a sakk megtanulása könnyűvé válik. Honnan érkezett erre a versenyre, illetve először vesz a részt rajta? Nem, Hévízről érkeztem, és már 10. alkalommal rendezik Hévízen ezt a nagy nemzetközi sakkversenyt, és már mind a 10 alkalommal indultam, és most is itt vagyok. Mit mondhatunk, mennyire erős itt a mezőny? Hát ez a régiónkhoz képest, az amatőr játékosokhoz képest, ez egy nagyon erős mezőny, és nekünk amatőröknek ugye dupládott erőfeszítést igényel, hogy ezekkel fölvegyük a versenyt, de hát eddig még nem vallottunk szégyent, és nagy örömmel játszunk a nagymenő sakkosok ellen is. Hogyha az esélyeket latolgatjuk, mit mondhatunk? Hát azt mondhatjuk, hogy az amatőrök között az első háromba szeretnék végezni, és hát a mezőnek a közepe az egy reális elvárás lenne részünkről, mint Hévízitől. Hogyan lehet készülni egy ilyen versenyre? Hát úgy lehet készülni, hogy én az elmúlt 2 hétben napi 4-5 órát gyakoroltam, elméleti könyvekkel és kompjúterrel, és sakkozgattam a könyvekből, és hát most úgy érzem, hogy fáradt vagyok, és úgy érzem, hogy semmit nem tudok, de remélem, hogy a partikban majd ez másképpen fog kijönni. Te mint ilyen fiatal versenyző, mióta sakkozol? Hát körülbelül úgy 4 éves korom óta így megszeretette velem az apukám, aztán elkezdtem sakkozni. Miért szereted ennyire ezt a sportágat? Mi fogott meg benne? Hát nem tudom, hát a memóriám az, azt mondták, hogy igen, hogy jó, és ezért megtetszett, és hát mindig is szerettem sakkozni, és már most egyre több siker van, aztán azért is csinálom. Milyen sikereket sikerült eddig elérned? Hát óvodás koromban megnyertem az országos bajnokságot, aztán 10 évesen újra. Most tavaly megint sikerült, aztán ugye még 10 évesen, amikor megnyertem, akkor kimentem Görögországba a világbajnokságra, aztán egy olyan közepes teljesítményt nyújtottam, aztán így. Ez a verseny szerinted számodra mennyire lesz nehéz? Hát biztos, hogy nehéz lesz, minden verseny nehéz, nincs könnyű ellenfél már, és hát szeretnék azért mindenképp az első 10-be végezni, így 8-nak vagyok rangsorolva, azért 10-be szeretnék belenni. Hogyan tudsz felkészülni egy-egy ilyen versenyre? Hát a számítógépen ilyen adatbázisban vannak mások parti, és megnézem, mert általában egy ember többször játsza ugyanazt a megnyitást, és így ezeket megnézem, és felkészülök rá, hogy én mit fogok lépni. A program részeként szeptember 27-én szombaton 19 órára a Városi Könyvtárba várják az érdeklődőket, ahol Portis Lajos 15 táblás szimultánt ad.